A hagyományokhoz híven idén is őszi egészséghetet tartottak a szivárvány óvodában. A hét programjairól és céljairól kérdeztük Huszkáné Tóth Ildikó tagóvodavezetőt. A héten őszi egészséghetet tartanak itt a szivárvány óvodában, ezzel kapcsolatosan kérdezzük Huszkáné Tóth Ildikó tagóvodavezetőt. Köszöntöm Önt, kicsit beszéljünk is erről a hétről is, hogy a közeljövőben mik lesznek még itt az óviba. Hát nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban ez ennek a nevelési évnek az első ilyen egészséghete. Ugye nálunk ez hagyomány, tehát minden évben van három, ősszel, télen és tavasszal, és most hát ez az őszi. Vannak olyan programjaink, amik hagyományosan minden alkalommal megjelennek, és vannak olyanok, amit próbálunk kicsit újítani is. Mivel ugye nagyon fontos számunkra az egészséges életmód és a mozgás, ez az alap, tehát ezért is vannak ezek az egészséghetek, hogy kicsit a gyerekekbe mindig erősítsük azt, hogy mennyire fontos az egészséges életmód, mennyire szerves része az egészségnek tulajdonképpen a mozgás és az étkezés, és ehhez kapcsolódnak ezek a dolgok. Tehát hétfőn egy ilyen kis kirándulós, tehát ilyen közeli helyekre mentünk, tehát ahol el lehetett sétálni, játszóterekre, vagy megnézték a gyerekek, főleg a nagyobb csoportosok a fájukat, mert mindenkinek van egy saját fája, azt kicsit gondozgatta, rendbe tette a környékét, megnézték most milyen állapotban van, tehát ezek voltak a fő momentumok a hétfői napon. Kedden egy ilyen kis táncházunk volt. Az őszi szüreti mulatságkor bejött hozzánk egy Parek Gábor nevű úr, és ő mondta, hogy hát ő nem tudja, van-e itt tánc, néptánc, és hát ő szívesen kézbe venné itt ezzel kapcsolatos dolgokat, és hát bemutatná nekünk a tudását, és akkor bejött, tehát kedden ő tartott táncházat, és szeretettel várjuk a középső nagycsoportos gyerekek jelentkezését is, mert ettől az időszaktól kezdve elkezdődik itt az óvodában újra a néptáncnak tulajdonképpen ez az alapjainak a lerakása, ami óvodába jelenik meg, tehát ezek az alapmotívumok, gyermekjátékok, körjátékok, tehát hagyományőrzés, ez az, ami ide kapcsolódik jobban, és hát az is, tehát a tánc is végül is a mozgás része, és nagyon tetszett az, ahogy hozzáállt, és ahogy a gyerekekkel bánt, és ez szerintem példaértékű volt. Szerdán kicsit most hamarabbra hoztuk, mert általában hétvégére szokott kerülni a gasztronap, de így most a hét közepére került, és próbáltunk megint olyan ennivalókkal kedveskedni a gyerekeknek, amit nem nagyon ismernek. Tehát és itt az őszi dolgokra például cékla, sütőtök, meg hát az olyan alapanyagok, mint a zappehely, egyebek, tehát ezekkel próbáltunk kombinálni. Áfonya, tehát ami még így van ilyenkor, vagy lehet belőle dolgozni, és nagyon egészségesek. Ezekkel dolgoztunk. Ma egészség hét keretein belül sportnap volt. Sajnos, mivel hogy reggel rossz idő volt, ugye a műfüves pályán szerettük volna ezt megvalósítani, de így beszorultunk kicsit a tornaszobába, de a gyerekeket ez nem zavarja, ők ott is nagyon jól tudták magukat érezni. Egy kis ilyen pálya volt kialakítva, ahol a gyerekek több különféle gyakorlatokat tudhattak maguk mögött. Holnap pedig mese lesz, Nyúlapó ötlete a címe a mesének, és ez is kicsit ide kapcsolódik, hogyan védjük a növényeinket, miért fontos, hogy vigyázzunk rájuk, kik azok, akik segíthetnek nekünk ebben, és hát már mi is nagyon várjuk azt, hogy felléphessünk a gyerekek előtt, mert hát ez mindig egy olyan nagyon-nagyon jó kis délelőtt szokott lenni, és mi is a próbákon úgy nagyon jól össze tudunk kovácsolódni, és a lelkünket kicsit mentálisan megerősíthetjük. Úgyhogy ilyen lesz ez a hetünk most ősszel.
Hát remélem, hogy a gyerekek is egyébként tanulnak ezekből a kis szösszenetekből, mert ugye minden csoport egyébként is foglalkozik bent, és ezeken a programokon kívül az egészséges életmóddal, hogy hogyan tudjuk egészségesen tartani magunkat, főleg annak tudatában, hogy ugye ez az őszi-náthás időszak azért nagyon sok kérdés vett föl. Egyrészt az egészségügyi dolgok, tehát a fertőtlenítés, meg az, hogy mi az a helyzet, amikor a gyerek még jöhet a viba, vagy mi az, amikor már nem. És ebben a védőnő segítséget is adott, például a szülőértekezleten itt volt, és ezt elmondta, hogy mi az ő álláspontjuk ezzel kapcsolatban, és mi ezt próbáljuk betartani. Arról még talán kicsit beszélhetünk, hogy mik lesznek még így az évben. Hát ősszel, még novemberben, november 10-én várjuk a szülőket, az is egy nyílt nap lesz, délután 4 órakor kezdődik, ez a tökfaragás, az szokott hagyományosan van ugye tökfaragásunk, és lámpásozás, ez a Márton naphoz kapcsolódik, ugye 11-én most szombaton van Márton nap, és hát a megelőző napon mi már kifaragjuk a tököket, és feldíszítjük vele az ovit, kicsit bevilágítjuk őket, és ezzel a hangulatot teremtünk. SMK értekezletünk volt a héten, és ott a szülők, ugye eddig tea volt csak, és mondták, hogy hát ők megbeszélik, hogy akkor ki mit tud így süssön, vagy tököt, vagy almát, vagy egy kis sütit, és akkor azzal még hangulatosabbá tesszük, és nagyon aranyosak voltak tényleg, és készségesek, hogy ezzel így eszükbe jutott, és akkor úgy gondolták, hogy ezzel még emelhetjük ezt a napot, vagy színvonalát. És tehát a tökfaragásról szól ez a nap, és meg arról, hogy aztán a gyerekekkel tehát azon a héten elkészített lámpásokkal körbejárunk, énekelve körbejárjuk az óvodát, megcsodáljuk azt a szép kivilágított látványt, amit ilyenkor biztosít nekünk ez az ünnepség, vagy ez a játékos kis délután, és nem beszélve arról, hogy egy közösségkovácsoló hatása is van, mert a szülők, tehát tavaly annyira jól esett, hogy itt voltak, vagy százan tényleg, és sokan voltunk, és mindenki lelkesen csinálta ezt a kis hagyományt, mert ez lámpásozás, tehát ez a Mártonnaphoz, nálunk itt Magyarországon ehhez tartozik a tökfaragás, és ennek a ünnepkörnek a egyik vele járó mozzanata. Tehát ez az ősz. Itt ősz vége, ugye az már ott a Márton nap után kicsit bele is kapcsolódunk a Mikulásba. Mikuláskor, Mikulás előtti nap bábozni szoktunk a gyerekeknek, ez most is így lesz. És aztán várjuk ugye a Mikulást, a jó öreg Mikulást, hogy megérkezzen végre a jó gyerekekhez, akik ide járnak az óvodába, és utána advent, azt hiszem december 16-án, ha jól emlékszem az esemény naptárokat, vagy nem, 19-én, bocsánat, lesz, várjuk akkor a nyugdíjasainkat, nekik adunk egy kis műsort, akkor minden csoport, és a végén megvendégeljük őket egy kis sütivel, teával, leülünk velük egy picit beszélgetni, akinek lehetősége van, és mivel hogy a gyerekek ilyen ügyesen szerepelnek, ilyenkor ők is szoktak kapni egy kis teát, meg egy kis sütit, és a nyugdíjasainkat ezzel egy kis ajándékkal is meg szoktuk ilyenkor lepni. Nagyon-nagyon olyan bensőséges hangulatú ez a délelőtt, és nagyon szeretjük. És ami még fontos, gondolunk ebben az időszakban mi is azokra, akik nem tudnak ugyanannyi ajándékot oda tenni a fa alá, mint egy átlag család, és gyűjteni szoktunk itt az óvoda berkein belül a gyerekeknek játékokat, könyveket, édességet, és ezt szoktuk nekik a szünet előtti utolsó hét utolsó napjaiban odaadni a gyerekek szüleinek, hogy adják oda a gyerekeknek majd azon a napon, amikor a fát feldíszítik, és akkor legyen nekik is az egy kicsivel több ajándék.
Szerencsére soha nem volt még olyan, hogy valaki visszautasítsa. Tehát, de próbálunk is ugye olyanokat belerakni, tehát meg nem is szoktak a szülők se behozni olyat tényleg, ami alkalmatlan lenne arra, hogy elhelyezzük ezekbe a csomagokba, mindig szép ajándékok kerülnek bele. Napsugaras őszt tartottak a Hétszínvirág óvodában. A Napsugár csoport műsorát tekinthetik meg a következőkben. Tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntök a Napsugár csoport nevében minden kedves nagyszülőt, nagypapát, nagymamát, illetve szülőt. Ezen a szép őszi napon majd az énekeink és a mondókáink, a verseinkkel próbáljuk előcsalogatni a napocskát ezen a szép őszi napon. Középsősök lettünk, tehát ez lesz a Napsugár csoportnak a második Napsugaras ősz című műsora, amelyre nagyon nagy szeretettel és szorgossággal készültek a gyermekek. És arra szeretnénk kérni önöket, hogy a műsor után még maradjanak itt velünk, mert van terülterű asztalka. Nagyon szépen köszönjük a hozzájárulásukat az egy-egy tányér süteménnyel. Lesz még meleg tea, illetve barkácsolni is fogunk az asztalnál. Úgyhogy reméljük, hogy egy örömteli délelőttöt fogunk így együtt eltölteni. Úgyhogy még egyszer fogadják sok szeretettel a Napsugár csoportnak a Napsugaras ősz című műsorát. Fogom is, ott egy alma, hosárma.
és van egy gyönyörű szép almafánk, mindenki ide képzeli. Szedjük le róla az almát, jó? Aztán meg a törtét. Mutassuk azt fel az almafára. Alma! Alma! Piros alma! Megyek, tüzes lapátot viszek, egyet szólok.
kinyitjuk, hogy minden most jönnek a sülik, megyünk körbe. Jó? Mi leszünk a sülik, jó? Megyünk körbe. Szúros gombóc jár a kertben, szusszan töpfen, minden percben. Bokrok alján nézik sorra, buzgó szaglás nemes korra. Hátát kócos, hasó tüske, megfésülni, de nincs tükre, nem nyúl hozzá, így is jó, úgy hívják, hogy sündisznó. Még egyszer, jó? Aztán lesz egy kérdés. Jó? Szúros gombóc jár a kertben, szusszan töpfen minden fejtben, bokrok alján nézik sorra, buzgó szaglás nedves orra, hátán kócos a sok lüske, a postáért álljon, és szólt a
Megtartották a második szeri vízválasztó fesztivált, ahol előadást tartott Dedák Dalma. Az előadás első részét tekinthetik meg a következőkben. Sokat gondolkoztam rajta, hogy mi legyen az a téma, amit ebben a társaságban, ahol mindenkit borzasztóan érdekel a vízkérdés, és az összes ilyen fórumon ott vagytok, és ott voltatok Csongrádon, és ott voltatok Kiskunfélegyházán, és foglalkoztok vele, és gazdálkodtok, és hasonló dolgok. Mi lehet az, amivel nektek még újat tudnék mondani mindezek után? És egy kicsit ilyen bulváros stílusra fogom venni a figurát, mert azt gondoltam, hogy jöjjön egy olyan előadás, ami lehet, hogy néhányatoknál egy kicsikét ki fogja csapni a biztosítékot, de legyen egy ilyen tények és tévhitek a vízgazdálkodásban, méghozzá táj a talpunk alatt és a fejünk felett. Azok a dolgok, amikről nem szoktunk beszélni. És hogyha minden jó, szuper, teljesen jó. Na, és ezzel tudok előre hátra, mert nem, ezzel nem tudok, jó. Oké, mindegy, lézerpointerem van, ez tök menő. Szóval, vissza fogok menni olyan alapokhoz, amik lehet, hogy ilyen általános iskolások, és azt fogjátok mondani, hogy hú, de baromi unalmas, de elképzelhető, hogy olyan dolgokra fogok ezzel rávilágítani, amikbe bele se gondolunk, mert annyira megszoktuk már, hogy vízzel foglalkozunk, hogy ezekhez az eredeti alapokhoz nem szoktunk visszamenni. Kezdjük is azzal, hogy mi az, amiről beszélünk, ugye a úgynevezett víz. Elnézést, hogy angolul vannak az ábrán a feliratok, tényleg beteg voltam és nem volt időm magyarítani, de elmondok mindent. Tehát ugye a Földön található vizeknek 97%-a az sós víz, óceáni víz, azt mérsékelten tudjuk hasznosítani, úgyhogy innentől kezdve arról a 3%-ról beszélünk, ami meghatározza az életünket. Azt gondoljuk, hogy az ember az egy szárazföldi faj, neki sem szárazföldi fajok vannak, miközben lehet, hogy helyesebb lenne azt mondani, hogy édesvízi faj vagyunk, ugyanis az édesvíznek az elhelyezkedése és a hozzáférhetősége határozza meg azt, hogy a szárazföldinek nevezett élővilág milyen életlehetőségekkel rendelkezik. Tehát beszéljünk erről a 3%-ról, aminek 70%-a nem hozzáférhető, mert hó vagy jég formájában, vagy a pórusokon, vagy gleccserekben, vagy állandóan fagyott területeken található. Most be is karikáztam magamnak, hogy viszont az édesvíznek a 29%-a az felszín alatti víz. És erről bizony én már fogok beszélni. Van egy 1%-unk, ami a könnyen hozzáférhető vizek kategóriájába esik, a felszín alatti vizet nem tartják ennek, majd erről is beszélek, hogy miért. És ez az 1%-a a Földön található összes víz 3%-ának az 1%-a. Az a folyókban, talajban, atmoszférában található édesvíz, amivel általában foglalkozni szoktunk. Borzasztóan kevés. Ennek a fele ugye olyan tavakban van, amikhez mi nem férünk hozzá, Finnországban, Észak-Amerikában, és a többi, és a többi. Van nekünk is ugye egy nagy tavunk a Balaton, de világviszonylatban ez egy láthatatlan kis folt. És amiről én beszélni fogok, az nem is ez, mert erről már rengeteg szó esett, állóvizekről, folyókról is rengeteg szó esett, arról is csak néhány szót ejtenék, viszont szeretnék beszélni arról, amit talajnedvességnek hívunk. Ezt szoktuk talajban tározott víznek nevezni, és szeretnék beszélni a légköri vízről, mert ezzel kapcsolatban is nagyon sok tévhit kering a köztudatban, és szeretnék egy kicsikét így tiszta vizet önteni a légkörbe. Úgyhogy akkor csapjunk bele. Tehát... szuper! Köszönöm. Állj, de király! És van pointer is? Nem, nem látszik. Nem baj, mindegy, mutogatok úgy is. Tehát először is van egy olyan kifejezés, amit szerintem a hozzáértő kollégáknak is a nagy része rosszul használ. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy a talajban tárolt víz.
talaj a legjobb víztározó közeg. Ugye láttuk, hogy a felszín alatti víz és a talajvíz az két különböző, és a talajnedvesség az két különböző dolog. A talajnedvesség az a rész, ahová a csapadék szépen beszivárog, de még nem telítődnek a kőzetpórusok. Felszín alatti vízről beszélünk akkor, hogyha a kőzetpórusok telítődtek. És amikor talajban tározott víz van, akkor csak ez a talajnedvesség az, ami szóba jöhet, és hogyha vissza tudok menni... Azzal is vissza is. Ja, tényleg. Igen, majd megszokom. Tehát, hogyha vissza tudok menni, ugye talajnedvesség, ennek az 1%-nak a 38%-a. Tehát a 3% 1%-ának a 38%-a, míg felszín alatti víz, a kőzetpórusok között telített víz, az pedig ez a 29%-a a 3%-nak, tehát egy nagyságrendi különbség van a kettő között, óriási nagy különbség, úgyhogy igen, a talaj az egy fantasztikusan jó víztározó közeg, a felszín alatti víz az még jobb. Felszín alatti víznek nevezi a nemzetközi szakirodalom az összes olyan vizet, amit mi talajvíznek nevezünk, rétegvíznek nevezünk, elhangzott itt a fosszilis víz kifejezés, nagyon sok mindennek nevezzük. Valójában ez egy vízrendszer, ami összefüggésben van egymással, és az az elképzelés, amit megtanulunk általános iskolában, hogy van a felső vízréteg, aztán alatta vannak a vízrétegek, meg még alatta vannak vízrétegek, ez így nem működik. Majd erről mutatok ábrákat. Ugye természetben nincsenek ilyen földön körbefutó kontinús rétegek, amik elválasztanak egymástól vízrétegeket a föld alatt, hanem csak ez a rész van, a telített zóna, meg a telítetlen zóna. És ez a telített zóna, ez kapcsolatban van egymással, még amit fosszilis víznek is neveztek, az is valójában egy megújulásra képes, folyamatos mozgásban lévő erőforrás, ami kapcsolatban van a légköri vízzel, kapcsolatban van a felszíni vizekkel, a talajnedvességgel, és hát értelemszerűen a felszín alatti vízrendszernek a része. És erről Balogh Péter rengeteget beszélt, hogy mit tekintünk tájnak, és hogyan alakul ki ez a táj. De azért szeretnék a Péter előadásához két dologra ráerősíteni. Ugyanis a földrajzi táj az egy szerkezete és működése által meghatározott rendszer. Egy funkcionális egység. És hogyha tájban tárolt vízről beszélünk, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy úgy tartjuk meg a vizet, hogy a tájban a víz megújulását segítjük, azt a funkciót, ami eredetileg a tájban a víz helyét meghatározza, azt elősegítve próbáljuk meg a vizet még inkább betározni, még inkább feléleszteni a tájat vele. És hogyha tovább megyünk, ugye a tájat a klíma is alakítja, és ahogyan a Péter mondta, a táj is alakítja a klímát. A víz helyzete segíti azt, hogy egy adott területen milyen legyen a klíma, és a maga a földrajzi klíma öv, a mikroklíma, a domborzat által meghatározott klímazónák, azok is alakítják azt, hogy a tájban milyen lehetőségek vannak a víz megtartásra. Ezek nem újdonságok, ezeket azért mondom el, mert azt szeretném, hogy olyan kifejezéseket használjunk, amivel értjük egymást, és ne nevezzünk például talajban tárolt víznek felszín alatti vizet, ne nevezzünk időjárás klímának, és a többi, és a többi. És így tudjuk igazán érteni azt, hogy mik a jó megoldások. Szuper jó megoldások hangzottak el, és biztos vagyok benne, hogy itt a beszélgetésen, majd a későbbiekben lesz arra lehetőség, hogy ezeket még jobban kifejtsük. Viszont amikor a tájban tárolt vízről beszélünk, akkor nagyon fontos azt megérteni, hogy a tájban tárolt víz az nem csupán mélyedésekben lévő pocsolyákat vagy folyókban lévő vizeket jelent, amik változó nagyságú területet borítanak el, hanem bizony a táj az folytatódik a talpunk alatt is, és folytatódik a fejünk felett is. És hogyan ide a klíma?
A klíma egy elképesztően fontos dolog vízmegtartási szempontból. Itt látszólag egy picit vitatkozni fogok a Péter előadásával, ugyanis azt mondta, hogy nem kell foglalkozni az üvegházhatású gázokkal, csak a vízzel kell foglalkozni. Jó, nem pont ezt mondtad, ne haragudj. De én ezt nagyon sok fórumon olvasom, és nagyon sok mindenkitől hallom, hogy akik vízzel foglalkoznak, azok úgy gondolkoznak a klímaváltozásról, hogy alapvetően csak a vízmegtartási résszel kell foglalkozni. De én azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az emberi faj megjelenése az valahol itt kezdődött, és a földművelés az akkor indult be, amikor már pár ezer éve viszonylag egy kiegyenlített klíma volt. Ekkor volt, ennyi idő kellett ahhoz, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy letelepednek, valahol szántanak, vetnek, és abból meg tudnak élni tulajdonképpen. És ez a viszonylag kiegyenlített klíma adja meg tulajdonképpen a civilizációnknak az alapját, és ez a viszonylag kiegyenlített klíma néz most ki nagyobb felbontásban így, hogy szépen haladunk most már igazából a másfél fok felé. És hát mi történik ezzel a melegedő klímával? Hát melegebb lesz, hát Istenem, hát legalább nem kell télen annyit kabátot hordani, mindenki utálja úgy is. Ötven éves évfordulójukat ünnepelte a Kisteleki Citera zenekar. A születésnap alkalmából rendezték meg a kisteleki népzenei találkozót. A citerás találkozón fellépett a Szentesi Citera zenekar is. Köszöntjük a Szentesi Citera zenekar. Nagy boldogság, hogy 47 éve működik a Szentesi Művelődési Központ támogatásával a Citera zenekar. Több népzenei verseny részesei is voltak már. 10-szeres aranypálma díjasok, és 2-szer kapták meg az aranypálma nagydíjat. Csongrád megye jutalmazta Csongrád megyei közgyűlés alkotói díjával, és Szentes városa, Szentes városi emlékéremben. A Kóta nagydíjjal jutalmazta a csoportot. Tavalyi évben bekerültek a Szentesi értéktárba, így Szentesi kumok lettek. Részt vettek Vas Lajos népzenei verseny elődöntőjén. A múlt évben, ahol aranyminősítést értek el, tovább jutottak a középdöntőbe. Ebben az évben, 2023. májusban részt vettek középdöntőn Szolnok szabadszőlősön, ahol kiemelt aranyminősítést értek el. Így tovább jutottak a Kárpát-medencei döntőbe, ami október 14-én lesz Budapesten. Több belföldi fellépésük is volt már Lengyelországban, Szibériában és Romániában, Ábrában, szerintem elnézést.
támogatás nélkül, és Olivia és Majáska is itt van. Ha megnézzük, ők a mi... Nagyon fontosnak tartjuk a családi hátteret. Ha csodásan működik egy családi háttér, ha a kedves szülők, kedves apukák támogatják ennyire a kedves anyukákat, hogy el tudjanak közé zenélni, ha a mi családjainknak is a tagjai tudják,
közepén a keresztel a nagy palackkal, s mellette sírhalott minden pohár. Járjunk-e víg temetőbe? Így szomorú. Húzz rá!